Szergely izzadtan ébredt, ugyanarra a visszatérő rémálomra. Lidérc nyomásai az apró részletektől eltekintve mindig ugyanúgy ismétlődtek. Minden alkalommal emlékeztették, mi történt valójában. Amikor Ludmillát kiengedték a kórházból, fáradt volt, de jó jókedvű. Este még vigyázott az oldalára, mintha fájt volna neki, de Szergely ezt teljesen normális dolognak, egy kis műtét utáni sebb fájdalomnak vélte. Aztán már arra ébredt, hogy Ludmilla nyugtalanul hánykolódik, arca tűzforró. Az asszony reszketett, mintha váltó láza lenne, az oldala különösen érzékeny volt. A Szergei hozzáért, megrázkódott a fájdalomtól. Azon nyomban felkeltette, felöltöztette, és indultak is a kórházba, ahol erős antibiotikumokat kapott. Ijesztően magas láza csökkenni kezdett, néhány pillanattal később már nedves volt az izzadságtól. Szergei tudta, hogy ez jó jel. Aztán Ludmilla újra fázni és reszketni kezdett. Az arca az antibiotikumok ellenére nem sokára újra láztól égett. Az orvosok másik gyógyszert adtak neki, a láz azonban maradt. Szergei vírasztott mellette, fogta a felesége kezét. Ludmilla olykor teljesen magánál volt, felfogta, hogy nagyon beteg, máskor azonban valahol az álom és ébrenlét határán lebegett, össze-vissza beszélt, amiből nehéz volt bármit is megérteni. Az orvosok másnap új, egy harmadik antibiotikumot rendeltek, de az sem hatott a gyulladásra. A fertőzés átterjedt a tüdőre is. Ludmilla sűrű, zöld slájmat kezdett felköhögni. Egyre gyengülő testét heves, köhögő rohamok rázták. Szergely kikelt magából, kiabált az orvosokkal és az ápolókkal, követelte, hogy adjanak a feleségének megfelelő és hatásos gyógyszert, olyat, amely képes megállítani az újabb és újabb szerveket megtámadó, rémisztő gyorsasággal terjedő baktérium tovább szaporodását. A negyedik antibiotikum sem hatott, semmilyen hatással nem volt Ludmilla szöveteit ellepő mikrobákra. Szergely már harmadik éjszakája vírasztott felesége mellett. Kérlelte, ne adja fel. Harcolnia kell, élnie kell, hiszen nélküle ő sem tudna tovább élni, és fogalma sem lenne róla, mihez kezdene, ha ő meghalna. Az éjszaka folyamán azonban legyőzte a kimerültség. Mély álomba merült. Mire felébredt, Ludmilla csendben volt. Arca nem lázas, inkább furcsán hűvös. Szergej hiába rázta, hiába kiáltott rá, többé nem lehetett már felkelteni. VRSZÁ gondolta a férfi keserűen. Vankomicin rezisztens, Staphylococcus aureus. A vancomicinnel és szinte minden más ismert antibiotikummal szemben ellenálló streptokokusz baktérium, egyik a világ legveszélyesebb és leginkább retteget kórházi kórokozóinak. Sosem hallott még erről korábban, vagy ha valahol hallott vagy olvasott is róla valamit, nem szentelt túl nagy figyelmet a dolognak, ugyanazon lendülettel el is felejtette. Legalábbis azelőtt, mielőtt ez történt. Az orvosok szerint csak egy kicsi, veszélytelen rutin beavatkozásról volt szó. Csak egy kis műtét, amelyből könnyen és gyorsan fel lehet gyógyulni. És valóban így is kellett volna lennie, ha nem. A telefon éles hangja keltette Szergeit. Amrita hívta. Csak biztosan akartam tudni, hogy kész vagy, magyarázta. Fél óra múlva ott vagyok. Tökéletesen megfelel, mondta Szergely. Letette a kagylót, az órájára pillantott. Még volt ideje kávét főzni és megenni néhány szendvicset. Szergely feltette a kávét. Amíg várt, elhatározta, hogy a hindi angol szótárban utána néz, vajon jelente valamit Amrita neve. Amrita, halhatatlanság, örök élet, mondta Szergely halkan. Érdekes név, gondolta. Fél óra múltán csengettek. Csak nem jöttem túl korán, kérdezte Amrita sugárzó mosolyal. Szergely arra gondolt, hogy a nő úgy néz ki, mint egy különös, egzotikus hindu istennő. A gondolattól elszégyelte magát és elpirult. Amrita észrevette, hogy a férfi zavarba jött, csodálkozva nézett rá, magyarázatra várva. Ám Szergely nem mondott semmit. Csaló, mondta Amrita, menjünk. Kicsivel később Mumbai forgalmának kellős közepén slalomoztak a Niot hivatala felé. Bár sok autó és más jármű van, a forgalom mégsem lehet olyan veszélyes, gondolta Szergei. Az utak egész egyszerűen annyira tele voltak, hogy egyetlen autó sem lett volna képes életveszélyes tempóban közlekedni. Az előttük levő utcán valami nagy, sötét tömb látszott, egyértelműen magasabb az autóknál. Szergely először nem értette, mi lehet az, mivel az a valami lassan, de biztosan mozgott, és apránként egyre közelebb jött. Az ott tényleg az, aminek gondolom? kérdezte. Amrita nevetett. Üdv Indiában! Az elefánt szép lassan közeledett. Nyugodtan, kimért, és minden felesleges sietséget mellőző léptekkel lavírozott a taxik, buszok és motorbiciklik között. Szergelynek feltűnt, hogy senki sem kapta fel igazán a fejét a dologra. Tehát ez nyilván egy teljesen átlagos látvány, még itt, Mumbaiban, India legmodernebb és legiparosodottabb városában is. Egy nyugodtan csoszogó elefánt a nagyvárosi tömeg és tumultus kellős közepén, azért ez valamilyen szinten mégiscsak lenyűgöző, gondolta. Remélem, soha nem mondtok le az elefántjaitokról, mondta Szergely. Aggodalomra semmi ok biztosította Amrita. Az elefántokat itt mindenki nagyon-nagyon szereti. Manapság, talán Krishna mellett, minden bizonyal Ganésa a legkedvesebb istenünk. Ganésa, az az elefánt fejű alak? Amrita bólintott. Pontosan. Augusztusban van egy fesztivál, amelyre csak Mumbai-ban 10-15 millió ember gyűlik össze este a tengerpartján, hogy Ganésának áldozzon és boldog új évért imádkozzon hozzá. 10-15 millió nem inkább tíz ezer? Ez egy nagy ünnep. Hány istenetek van összesen, úgy értem, egész India területén? Kérdezte Szergely. Amrita felnevetett. A hindu mitológia szemszögéből ennek a kérdésnek semmi értelme, hiszen mindegyik külön isten egy és ugyanaz különböző alakban, magyarázta Amrita ragyogó mosolyjal. Azaz tulajdonképpen csak egy istenünk van. De ha mondjuk sivakoti nevű emberekkel találkoznál, csak mondom, hogy a siva természetesen sívát jelenti, a koti pedig sok krór krórt. Egy krór 10 milliót jelent, vagyis a koti sok millió sok tízmillió. millió. Várjunk csak, biztosan jól értem. A sivakoti tehát síva több tíz milliószor több tízmilliónyi inkarnációját jelenti, amelyek többé-kevésbé, mint különböző istenek vagy istenségek. Van nálad számológép? Mennyi is az? Minden esetre elég sok. Hát, ez tagadhatatlanul sok isten, ismerte el Szergely, Több, mint amennyi nekünk van. Egyszer nyugati kutatók olyan három millió különböző hindu írásokban említett istenről készítettek listát, mondta Amrita. Ez dicséretes szorgalomra val, sok értelme viszont nincsen, mivel úgy hiszem, minden nap kitalálnak legalább egy új inkarnációt valamelyik istennek. Néha úgy tűnik, hogy nektek nyugatiaknak kicsi indokolatlanul nagy igényetek van minden lehetséges dolog statisztikai vizsgálatára, osztályozására és irányítására, még ha az nyilvánvalóan lehetetlen is. Igazad van, nevetett Szergej. Mondjuk szerintem már három millió isten se semmi, Nekünk csak egy istenünk van, vagyis jobban mondva kettő, vagy három, attól függ, hogy vesszük. Igazából nem nagyon tudom, hogyan is szokás számolni. Ez sem hangzik épp túl áttekinthetőnek, de a ti zaratusztrista vallásaitok kétségkívül igen csak különböznek a hinduizmustól. Zaratusztrista vallások A judaizmus, a kereszténység vagy az iszlám többek között. Ezek mind Zaratusztrától valók, ettől a gyűrűkúra típusú ötlettől az örök harcról, melyet a jó és a rossz vív, és amelyben a világot a sötétség és fényesség erőire osztják. Ezzel szerintem alapvetően nincs gond, csak igen könnyen egy bizonyos, feleslegesen messzire vitt, fekete-fehér felfogáshoz vezet. Mert ha csak egy Isten van, akkor egy igazság nagy ível, nem pedig számtalan kis igazság kis ível. Tehát bármi nemű problémára csak egy válasz, egy megoldás van. A hinduizmus világképe nem ilyen dualista, se nem ilyen, ha megengeded, monomán, monolitikus, hanem itt valamilyen szempontból bármi igaz lehet. Vagyis számtalan különböző igazság létezhet egyszerre, bár ezek látszólag legalábbis egymásnak teljesen ellent is mondhatnak. Hiszen nem létezik, nem is létezhet egyetlen, mindennél nagyobb igazság, csak mérhetetlen mennyiségű kis igazság, melyek közül mindegyik másmilyen, annak függvényében, honnan is nézed a dolgot. India bizony elég bonyolult ország, gondolta Szergej. Ti, nyugatiak, túl gyakran ragaszkodtok olyan dolgok megvitatásához, hogy vajon a nap kereke, avagy forró, fontolgatta Amrita. Aztán, akik szerint a nap kerek, nem pedig forró, megpróbálják megölni az összes olyat, aki azt mondja, hogy a nap már pedig forró, és nem kerek. Szergei önkéntelenül felnevetett. Abszolút így van, ez a nyugati szellemtörténeti dióhéjban. De ez közel sem a teljes igazság, fűzte hozzá Amrita kegyesen. Szergei úgy vélte, ideje lenne a beszélgetést kézzel foghatóbb dolgok felé irányítani. Természetesen elolvastam az összes kísérő szöveget, de nincs bennük minden tisztázva, mondta. Először is szó sincs bennük arról, hogy ezek az elsüllyedt városok, amelyeket találtatok, hogyan kerültek a tenger alá. Netán nagy földrengések voltak erre felé. Erre könnyű válaszolni. Akkor buktak alá, mikor a jégkorszak végén a szárazföldi jégmezők elolvadtak, és megemelkedett a tengerszint. Akkoriban ugyanis az több, mint száz méterrel lejjebb volt, mint manapság. Szergeinek a lélegzete is elakadt a meglepetéstől. De akkor azoknak a városoknak nagyon régieknek kellene lenniük. Annyira régi városok nem is létezhetnek. Na de ha egyszer ott vannak, mondta Amrita szárazon. Szinte biztosan ezek a világ eddig megtalált legrégebbi nagyvárosai. Sőt, az is lehet, hogy ezek a világ legrégebbi városai. Pont. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy valóban előbb épültek Mezopotámia legrégebbi városainál, Tel Braknál, Tel Hamukárnál és Tel El Oilinél. Előbb Izrael Jerikójánál és a pakisztáni Mergarnál. Miért lennének ilyen régiek? A radiokarbonos mérések alapján a felső rétegek körülbelül 9500 évesek. Azaz majdnem, mint Mergár vagy Jerikó, gondolt bele Szergei. Amrita bólintott. Megközelítőleg. Alakjukat illetően azonban mindkét város igen csak hosszúkás, körülbelül 10 kilométerre nyúló, ám csupán pár kilométer széles. Az öbölfenekén rég kiszáradt folyók medreinek nyomai is látszanak. Úgy gondoljuk, hogy valaha mindkét várost egy ilyen rég kiszáradt folyó mellé építhették. Szergeinek eszébe jutott, milyen volt a Katiavar félsziget a repülőből nézve. Most biztosan ugyanarról a folyóról beszélsz, amely egykor az egész félszigetet kialakította, ugye? Egyértelműen valamilyen ősidőkben létezett folyó deltája ez a hely. Legalábbis nagyon annak néz ki, ha a repülőből nézed. Amrita meglepve boldogan mosolygott. Pontosan. A folyó neve Sarasvati. Sok régi szangszkrit nyelvű szöveg a folyó királynőjének hívja. A név eredeti jelentéséről eltérő nézetek vannak, de nyilvánvalóan áramlót jelentett. Mások azt mondják, a szaraszvati jelentése tavak lánca, de ez valószínűleg az újabb verzió olyan időkből, mikor a folyó már kiszáradó félben volt. Minden esetre a szaraszvati hajdan India legszentebb folyója volt, még a Gangesnél is szentebb. Szaraszvati nem volt valamiféle istennő is? Úgy, mint Ganga. Egyszerre folyó és istennő. Dehogy nem, mondta Amrita, újfent kellemesen meglepődve. Szaraszvati az irodalom és a tanulás istennője. Ha olyan szobrot vagy domborművet látsz, ahol az istennő mellett fehér hattyú van, akkor az mindig szaraszvati. Mikor szárad ki a folyó? Jó kérdés. A geológusok még mindig erősen vitatkoznak ezen. Ramasvami és csapata műholdas képek alapján azt állítja, hogy a szaraszvati már úgy 12 ezer éve elapadt. Persze az esős évszakokban még sokkal később is volt benne kisebb mennyiségű víz, legalábbis az alsó folyásban, a tenger közelében. Vagyis, ha a városokat tényleg a folyó partjára építették, hallatlanul régiek. Így van, de miért épített volna bárki is városokat egy kiszáradt folyó partjára? Hát épp ez az. És azt is tartsd észben, hogy ezek meglehetősen nagy, jól szervezett városok voltak. Volt tervrajzuk és csatornarendszerük. Tervrajzal és csatornarendszerrel rendelkező városok nem létezhettek a civilizáció első szakaszában, kellett, hogy legyen elődjük. A romok alatt régebbi romoknak kell lenniük. Amrita modern külsejű hat emeletes ház előtt állt meg. Az épület előső oldala tiszta üvegből volt. Megjöttünk, mondta. Kiszálltak az autóból, és Amrita bevezette vendégét. Ha akarod látni, miket találtunk eddig, azokban a szobákban van egy elég mutatos gyűjtemény. Nekem kellene néhány perc, hogy elintézhessem ezeket a papírokat, mondta, és a balra lévő helyiségek felé mutatott. Szergely az első szoba közepén álló vitrinekhez ment. A világos szövetre helyezett tárgyak mind barna vagy fekete kőből, illetve agyagból készültek, Egyetlen fém tárgy sem volt köztük. A tárgyak mindenek előtt nagyon egyszerűnek és réginek hatottak. A tengervíz különösen az agyagot kerekítette le, de valamelyest a kőből készült tárgyak csúcsain is észrevehetők voltak a kopás jelei. Mennyi ideig kell a tárgyaknak vízben lenniük, hogy ennyire elkopjanak? gondolta, de aztán rájött, hogy a válasz döntően függ a körülményektől. Folyóvízben Parti hullámverésben például a hullámok által hordott homok eróziós hatása sokkal nagyobb és gyorsabb, mint állóvízben. A homokkal beborított tárgyak pedig nem is feltétlenül kell, hogy elkopjanak, még több ezer év leforgása alatt sem. Némely tárgyat könnyen fel lehetett ismerni. Sok szám pengéje feküdt az asztalon, valamint hegyek, amelyek nyilván valamilyen dárdához vagy nyílhoz tartoztak. Különböző nagyságú edények simára és kerekre csiszolódott cserepeiből is sok volt. Csontból, fából és kőből készült tárgyakat is lehetett látni, minden bizonyal nyakba akasztható ékszerek és karperecek voltak. Kicsi, viszonylag egyszerű agyag és kőszobrok, némelyik ember alakot ábrázolt, más része állatokat. Ez biztosan egy bika, ez meg egy elefánt. De mi lenne az ott? Bikafejű ember, vagy valami ókori Isten? némely tárgy úgy el volt kopva, vagy olyan különös alakú volt, hogy Szergeinek nehéz volt rájönnie, mik lehettek egykor, vagy mit ábrázolhattak. Kereszt alakú tárgyak is voltak, de hát Krisztus előtt ilyen sok ezer évvel nem lehettek feszületek. És mik lehetnek azok a viszonylag nagy lapos kő és agyaglemezek? És azok a félkör alakú agyageszközök? Na és azok a hosszúkás, rövid, szivar alakú agyagdarabkák? Meg kell hagyni, nagyon érdekes gyűjtemény, gondolta Szergely. Ez csak egy kis része mindannak, amit találtunk, hallotta a háta mögül Amrita hangját. Már lassan több százezer van belőlük, de hiszem, hogy az öböl fenekén több millió is akad. Akárhányszor és akárhol engedtük le a kotróhálót, mindig több ezer ember készítette tárgy jött fel. Ez arra enged következtetni, hogy már elég régóta vannak itt települések. Pontosan. Szergely hitetlenül csóválta a fejét. Ez már tényleg valami elég hihetetlen lelet. Miért nem beszélnek erről többet? Amrita megvonta a vállát. Nem tudom, elég két kedve állnak hozzá, mintha igaz sem volna, mintha csak kitaláltuk volna a leleteket, vagy nem végeznénk jól a munkánkat. Mi mindent találtatok eddig? Amrita levett a polcról egy összetekert térképet, és az asztalra terítette. Minden, amit eddig találtunk, jelölve van ezen a térképen. Az elsőként megtalált város tehát itt van, a második ott. Aztán találtunk összesen hat másik településközpontot, amelyek valamivel kisebbek voltak, mint az előző kettő. Egyelőre azonban pénz hiányában csak egy igen kis terület kutatására tudtunk szorítkozni. India nyugati partjának körülbelül fél millió négyzetkilométernyi termékeny parti síksága merült alá, mikor a jégkorszak végén megemelkedett a tengerszint. Lehet, hogy több tíz másik víz alatti várost találunk, lehet, hogy több százat. Szergei hangosan füttyentett. Ezt már nevezem. Ez aztán hatalmas, mint egy indiai Atlantis. Amritak keményen Szergeire nézett. Indiai Atlantis, úgy van, mondta de talán annál több is. Én úgy gondolom, hogy ez lenne az az Atlantis is, amiről a ti platónotok beszélt. Szergei hitetlen kedve nézett Amritára. Legjobb emlékezetem szerint Platón elég világosan megmondta, hogy Atlantis valahol az Atlanti óceánban keresendő. lesz oszlopainak, azaz a Gibraltári szorosnak a nyugati oldalán. Amrita bólintott. Platón saját szemlélete a dologról elég egyértelmű, Ismerte el? Azt mondta, hogy Héraklész oszlopainak innenső oldalán lévő tenger csak egy kis kikötő, amelyhez egy szűk, szoros vezet, de hogy a nyugati oldalán egy igazi óceán található. Azt írta, hogy Atlantis ott egy óceánbeli szigeten van, és hogy az a sziget nagyobb, mint Líbia és Ázsia együttvéve. De mi van, ha platon tévedett? Az egész Atlantis legenda arra épül, amit ő írt két dialógusában, a Timaiaszban és a Kritiásban. ellenkezett Szergely. Semmi más nem igazolja, hogy Atlantis létezett. Ha megtagadjuk Platont, semmi sem marad. Amrita mosolyogva nézte Szergelyt, és szemében csendes lelkesedés ragyogott. – Gyere, mutatni akarok neked valamit, mondta. Szergely követte. Áthaladtak több bemutató helyiségen, míg egy szobába értek, ahol Buthát, Krisnát és Mahavirát ábrázoló szobrok és rajzok voltak. Európában gyakran úgy gondolják, hogy a különböző gondolatok, eszmék és fejlesztések csak is nyugatról keletre terjedhettek, pedig igen sokszor épp fordított irányba haladtak, kezdte Amrita. Úgy, mint mondjuk a lőpor, az iránytű, a papírkészítés, a könyvnyomtatás vagy a matematika. Van az úgynevezett arab számrendszer, amelyet ma Európában is használnak. Az egyébként eredetileg pont Indiából ered. Pontosabb elnevezés lenne a Gvaliori számrendszer, mivel ott találták meg a legrégebbi mai számainkhoz hasonló számjegyeket. Ezt én is tudom, mondta Szergely, de nem értem, miköze van a Gvaliori számjegyeknek Platonhoz. Amrita mosolygott. Tudtad, hogy ha egy múltbéli kereskedő az 1400-as évek Európájában biztosítani akarta, hogy a fia matematikát tanuljon, meg kellett elégednie azzal, ha a fiú megtanult összeadni és kivonni. Máskülönben Itáliába kellett küldenie tanulni. Az osztást és a szorzást Európán belül kizárólag néhány itáliai egyetemen tanították, ahol az iszlám országokból elterjedtek a veszélyes eretnek tanok. Az egyház megtiltotta a szorzás és osztás használatát, mert azok a pogányvilágból valónak veszélyesnek számítottak. Különösen szigorúan tiltott volt a nulla használata, hiszen a nulla olyan bizarr fogalom, hogy az csak is magáton a sátántól származhatott. A kereskedők persze az indiai matematikát alkalmazták a titkos könyvelésekben, mivel tudni akarták, melyik termékkel mennyi pénzt kerestek valójában. Szergej felnevetett. Tehát most tulajdonképpen azt akarod bebizonyítani, hogy meglepően sok gondolat eredetileg keletről jutott Európába? Jól van, elhiszem. Na de mi a helyzet platonnal? Sok gondolat olyan lassú ütemben haladt Európa felé, hogy az út folyamán megváltozott. Olykor jobban, olykor csak egy kicsit. Mint mondjuk az Atlantis legenda? Pontosan. Bár az Atlantisról szóló történet nem feltétlenül változott útközben, kivéve, hogy egy bizonyos időszakban hozzákapcsolódott valamilyen téves értelmezés. A történet, amelyet a görög filozófus Szolón egy egyiptomi paptól hallott, és amelyet a barátja Platon lejegyzett, egy nyugaton található elsüllyedt kontinensről szólt. Lehetséges, hogy a történet eredetileg Indiából ered. Az azért belátható, hogy itt aztán valóban van igazi elsüllyedt szárazföld, nagy víz alatti romok, meg minden ilyesmi. Az Atlanti óceánban nincs, és nem is lehet semmi ehhez fogható. Szergei kezdte érteni, mit akar felvezetni Amrita. Úgy érted, hogy az egyiptomi papok csak az indiaiaktól hallották a történetet a nyugaton található elsüllyedt kontinensről, és aztán változtatás nélkül csupán továbbadták azt. Amrita bólintott. Így van, ők csak közvetítették a hallott történetet, és nem vették észre, hogy ami Indiából nézve nyugaton van, nem feltétlenül van ott Egyiptom vagy Görögország irányából. Szergej felfogta, hogy Amrita elmélete az eddigi legérthetőbb és legjobb megoldást nyújtja az ősrégi rejtére. Nyugat-Afrika, Spanyolország és Dél-Franciaország szárazföldi párkányai nagyon keskenyek, a tengerfelék elég meredeken több kilométeres mélységbe merül. Alacsonyabb részek nem is fordultak elő, csak az óceán túloldalán. Más szóval a történet, melyet Platón jegyzett le, vagy nem is volt igaz, vagy Indiából került Egyiptomba úgy, mint oly sok más történet és mítosz az évezredek során csak India nyugati partján fél millió négyzetkilométernyi termékeny föld volt, amely a jégkorszak végén a tengerbe süllyett, és ezzel a területtel együtt legalább két igen nagy város is bizonyosan a hullámokba veszett. Amrita elmélete tulajdonképpen meglehetősen hihetően hangzott, különösen, ha azt is figyelembe vette az ember, hogy a tárgyi leletek alapján milyen erős kölcsönhatás volt Egyiptom és az Indus-Szaraszvati kultúra között már több ezer évvel Platon előtt. Az Indus-Szaraszvati kultúra a mai Irán területén is jelen volt, azaz csak egy kőhajításnyira a perzsaöböltől, kivált kép, hogy akkoriban a perzsaöbölt torkolata sokkal közelebb volt a hormuzi szoroshoz. Megkockáztatom, valóban lehetséges, hogy igazad van, ismerte be Szergely. Köszönöm, mondta Amrita, de mosolyába egy leheletnyi bánat is fegyült. Bár csak netelennél nagyjából az egyedüli európai, aki így gondolja.